Szakemberek szerint Európában reneszánszát éri a bélyeg kibocsátás és gyűjtés. A Magyar Posta a két címletű bélyeg sorozattal és egy feláras bélyegblokk kibocsátásával köszöntötte a 84. bélyegnapot. Az eseményt Sopronban tartották az Alpok Adria nemzetközi bélyegkiállítás keretében. A Magyar Posta és a bélyeggyűjtők nagy, közös ünnepén bocsátották forgalomba a bélyegnapos két címletű sorozatot és egy feláras bélyegblokkot, illetve a jeles magyarok sorozatban a 200 éve született Erkel Ferenc alkalmi blokkot. Így tiszteleg a Magyar Posta a nagy magyar zeneköltő emléke előtt. A bélyeg kibocsátást ünnepélyes keretek között tartották a nagy közönség és a gyűjtők előtt. A bélyeggyűjtésnek is több száz éves hagyománya van már a világon, és ez úgy érzem, hogy soha nem fog kihalni. Egy bélyeget gyűjteni sokféle érdeklődés, sokféle tudomány, sokféle szépség, sokféle háttéranyag van mögötte, és ez nem fog soha se kihalni. A bélyegképekhez szükséges fotókat Hajdú József készítette, a tervezőművész pedig Batic Barnabás volt. A 80 ezer blokkot és 400 ezer sort a pénzjegynyomda gyártotta. A bélyegképek Sopron számos műemlékét vonultatják fel, a számozott blokk bélyegképén pedig Erkel Ferenc látható. Az alkalmi bélyegző grafikája az Erkel portré stilizált rajzát ábrázolja. A blokkot Schwind Ferenc grafikus művész tervezte, és ugyancsak a pénzjegynyomda gyártotta. Remélem, hogy nagyon sokan megtalálják ezeket a különleges bélyegeket a postáinkon, és újra elkezdenek valódi leveleket és képeslapokat küldeni ezekkel a bélyegekkel, és ez azért lenne nagyon jó, mert egy bélyeggel megszemélyesített üzenet sokkal inkább szól arról, aki a levelet írta, mint egy SMS vagy egy internetes üzenet vagy e-mail. A kibocsátásra külön meglepetéssel készült a Magyar Posta. A társaság híres erkelműveket tartalmazó zenei válogatást ad közre CD-n. A bélyeg sorozat és a feláras bélyegblokk révén összegyűjtött pénzt a hagyományoknak megfelelően a társaság a hazai bélyeggyűjtés támogatására a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének utalja át.